Ti lesztek az első páros. Az első az az Abby, Gloria és az Ibó. Jó, na kérem szépen, akkor mehetünk fel a pályára, az első páros. Jó, és akkor időt fogunk mérni. Vigyázz, kész, rajt! Verseny, eredményhirdetés és díjátadás. Így zajlott a kőbányai Happy Dog kutyás táborának zárónapja. A jókedvű oktatók, kutyusok és gazdijaik a térközpályázat révén tölthettek el közösen egy hetet a kutyakiképző iskola telephelyén. A verseny után gyapjék ajándékokat és emléklapokat adtak a gyerekeknek. Reméljük, hogy egy életre szóló élményt sikerült adnunk, illetve még közelebb hozni benneteket a természethez, ezen belül a kutyákhoz, és ha mondhatom így a kőbányai Happy Dog kutyaiskolához, és ahhoz a lelkes törzsgárda tagokhoz, akik ugye ezen az egy héten keresztül ugye végig segítették ezt a feladatot. Elsősorban ugye az Anikó, aki ennek az egésznek a motorja volt, illetve megszervezte és segítette, hogy minél jobban érezhessétek magatokat, és az ő csoportjának, ugye a haladó csoportnak a tagjai, akik segítették, hogy ti minél jobban érezhessétek magatokat. Egyenként szólítanánk akkor benneteket, és akkor kaptátok egy emléklapot. Szólítanám először Frigyes Glóriát, aki ugye nagyon-nagyon ügyes volt, gyere, fáradj ki, légy szíves! És egy ilyen szép emléklapot kapsz, ahol rajta van az egész csapat, parancsolj, fogad szeretettel, és egy kis ajándékot, amiben mindenféle klassz, happy dogos dolgok vannak, jó?
Van egy nagyon kedves, mondhatom azt, hogy kedves ügyfelem, egy nagyon tiszteletre méltó úriember és a családja, akinek tanítom és segítem, hogy a fiatal kutyájuk, két kutyájuk minél engedelmesebb, európai módon viselkedjen, plusz Csicsi, ő pedig Nagy Lászlónak hívják, a magyar kézilabda válogatottnak és a Veszprémnek az egyik húzó embere, egy olyan sportember és olyan ember, aki figyelemmel kíséri az elmúlt időszakban a kutyaiskolánk életét. Nagyon megtetszett neki, hogy mi így állunk a jövőhöz, és hogy ezt a térközprojektben ugye sikerült nyernünk, és egy hétig ugye itt vendégeskedhettetek nálunk, és tanulhattátok a kutyaoktatás csinya-binyát, és együtt jól érezhetünk magunkat. Úgyhogy mivel hogy neki egy nemzetközi kézilabda tábora van, ezért felajánlott mindenkinek egy meszt az ő számával, és mindenkinek méretre el is küldte, és nagyon-nagyon sok szeretettel szeretnénk ezt átadni az ő nevében. Az üzenete csak annyi, hogy mindig magatokba higgyetek, mindig minden csak rajtunk múlik, hogy elérjük a célunkat, és mindig szeressétek az állatokat, a természetet, és aki megérdemli. Nagyon sok mindent tanultak a gyerekek. A mai nap reggelén ugye mindig van egy kis elméleti összefoglaló beszélgetés, és átbeszéltük a héten tanultakat, és gyakorlatilag minden gyerek el tudta mondani pontosan, hogy miről beszéltünk hétfőtől péntekig minden áldott nap, mit csináltunk, hogy sétáltatunk kutyát, hogy kell akadályon vinni, hogy kell egy behívást elvégezni, és hogy kell bánni egyáltalán egy kutyával. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sokat sikerült adnunk a gyerekeknek, tudásban is, szívben is, szeretetben is a kutyák irányában. Lesz még máskor is kutyás tábor? Én remélem, hogy igen. Az első ilyen táborunk volt ebben a formában. Én úgy gondolom, hogy mindkettőnknek, illetve az iskola segítőinek is rengeteget adott ez az egy hét. Más szemszögből sokat tanultunk, mindattól függetlenül, hogy 8-10 éves kortól járnak rendszeresen az iskolába, de úgymond így koncentráltan még nem volt rá példa, viszont ennyi csillogó szemet egy héten keresztül a kutyás programok mellett, ugye, hogy ők itt lubickolhattak a medencébe, a számtalan vetélkedő, az a sok kacagás, kiegészítő versenyprogramok, amik voltak, és ugye a képen az adott számban a legkevésbé szerepelt jól, azt is ugyanúgy megtapsolták, és egy másik számban, főleg a második, harmadik naptól, amikor már láttuk, hogy kinek mibe van erénye, kevésbé, hogy ezt úgy váltogattuk, hogy mindenki jó élménnyel és sikerélménnyel ennyi is legyen azon a napon az adott számban is, és hogy a szülők azt mondják, hogy hazamentek a gyerekek a kiskutyákkal, és késő délután, kora este elájultak, és kis túlzással reggel úgy kellett lelket velni beléjük, de abszolút füligérő szájjal jöttek be a kapun. Ennél nagyobb és klasszabb élmény a jövő szempontjából szerintem nem lehet. És nem véletlenül az iskolának az elmúlt pár évben abszolút az a szlogánja, hogy csak az a tied, amit másoknak adsz.